Sziasztok srácok! Én Viccelek vagyok és köszöntelek titeket a mai videóban. Nem akarom túlságosan húzni az időtöket, ez már azt hiszem a negyedik része lesz ennek a sorozatnak, már valószínűleg tudjátok, hogy miről szól. Ha pedig mégsem, akkor a jobb felső sorokban itt lesz majd az első három rész, ezeket nézzétek meg. De most nézzük is akkor a mai lenyűgöző, elképesztő és megdöbbentő videókat. Reddit videók válogatás, negyedik rész. A múltkor már láttunk DH-s, azaz hegyről lejövő bicikliseket, na most ugyanezt látjátok longboarddal. Ezeket a videókat egyszerűen imádom. Hogyha valaki nem tudná, akkor a kezén egy speciális kesztyű van, amivel képes az aszfalton csúszni, anélkül, hogy megégetné vagy felsértené a kezét. Ezt a videót valaki egy repülőgépről videózta le. Kinézett az ablakon, először elámult, majd miután felszedte az állát a földről, le is videózta. Amúgy amellett, hogy tényleg egy káprázatos látvány, ezt szerintem ilyet még eddig sosem láttam, de azt, hogy ezt egy egyszerű kamerával le tudta videózni konkrétan egy repülőgépről, azt szerintem még inkább hihetetlen. Hogyha ezt én próbálnám lefotózni az én telefonommal, kb. Így néz neki az a fotó. Az emberiség fejlődik, a technológia is megállás nélkül halad, ma már sok helyen így írtják ki a gyomnövényzetet. Propánnal működik ez a lángszóró egyébként, és amikor ezt először láttam, akkor el sem akartam hinni. Tudjátok, ennek olyan feelingje van, mint amikor az öngyújtóra ráfújod a dezodort. Csak kb. 20-szor akkora. Ez itt Malibu, ahol az időjárás mindig tökéletes, a látvány pedig egyszerűen elképesztő. Hát skacok, nem tudom ti, hogy vagytok vele, nekem ez nagyon-nagyon durran egy bakancslistás hely. Sőt, tudjátok mit? Írjátok be nekem kommentekben azt, hogy ki az, aki jönne velem Malibura. Kacok, hogyha elegen leszünk, akkor jövő héten megindulunk. Ez is nekem egy 100%-ban bakancslistás dolog, az ilyen skydiving, vagy akár csak az ejtvernyőzés, vagy a bungee jumping, ezek mind olyan dolgok, amik szintén teljesen elképesztőek. Úgyhogy kacok, írjátok meg kommentekben, hogy nektek milyen bakancslistás dolog van, amit egyszer mindenképpen ki akartok majd próbálni. Ez az ember Izlandon levideózta az egyik jéghegynek a belsejét. Egy konkrét túrát kapunk, miközben végig sétál, és azt kell mondjam, ehhez foghatót még eddig sosem láttam. Úgyhogy skacok, tudjátok mit? Írjátok meg kommentekben, hogy ezt kipróbálnátok-e, és most már tényleg egy fullos programlistánk lesz lassan, hogy miket kell majd megcsinálnunk itt közösen. Jó, mondjuk ezt a helyet klausztrofóbiás embereknek nem igazán ajánlanám, az biztos. Biztosan sokan gondolkodtatok már azon, hogy vajon hogyan tudják a szakemberek, pontosan hol mennek a csövek a föld alatt, amik akár tényleg több méterrel is lehetnek alattuk. Na most ez itt a megoldás, ezt csak kiterjesztett valóságnak nevezik, és itt miközben sétálgatnak az utcán, a programon belül pontosan látják, hogy hol mennek, milyen irányba, milyen mélyen, és azon belül pontosan milyen csövek. Egy kisebb elefánt csorda sajnos rossz helyre vándorolt, ugyanis a helyi farmereknek a földjére ment be, és elkezdték megenni a termésüket. Ők erre mérgesek lettek, íjakkal kezdtek el rájuk lőni, és itt láthatjátok ennek az eredményét. Szerencsére az állatvédők még épp időben megérkeztek, és minden állatot meg tudtak menteni, azonban itt egy hősies bébi elefántot láthattok, aki az elképesztő veszélyek ellenére is mindvégig a családjával és barátaival maradt, és nem szaladt el mellőlük. Nézd meg szegény, hogy védelmezi őket. Ez a videó itt pontos azt mutatja, hogy mit lát éppen az előlapi kamerája a telefonodnak. Na jó, igazából muszáj voltam betenni, szerintem tökre cuki ez a kis macsák. Így néz ki egy igazi napelemtelek. Az akár napelem parkoknak is nevezett területeken több ezer egységnyi napelemet tesznek ki, itt pedig éppenséggel ezeknek a tisztítását láthatjátok. És ha bár hallani már lehetett róluk, én eddig még ezt sosem láttam így a saját szememmel, és azt kell mondjam, hogy tényleg, ez itt egy mérnöki csoda. Az ilyen biciklis trükkös videókat nagyon adom, úgyhogy tessék egy a mai részbe is. Ez itt a világ legnagyobb kutyamenhelye. Costa Ricában található, több mint 600 állatnak ad otthont és biztonságot, és önkéntesek vigyáznak a kedves kutyusokra. Ez a videó pár éve körbejárta az internetet, és az emberek először azt hitték, hogy ez valami kamu, vagy egyszerűen csak meg van szerkesztve. A valóság az, hogy tényleg léteznek ilyen sprék, amikkel, hogyha befújsz szinte bármit, akkor az vízálló lesz. Itt pedig láthatok egy kisebb összeállítást, hogy mennyi mindenen tesztelték le, és az összes esetben működött ez a dolog. Amúgy gondolj bele, mi történne akkor, hogyha az egész testedet mindenhol körbefújnád ezzel a vízlepergető vízálló cuccal, és el akarnál menni úszni. De most komolyan akkor mégis mi történne? Ugye te vízálló vagy? Akkor minden lepereg rólad. Na jó, azt írjátok meg, hogy szerintetek mi történne, mert ezt nem tudom igazából megfejteni.
Waterjet Shoes-nak vagy Flyboard-nak, sokféle néven hívják ezeket a szerkentjüket, a Satisfying videóválogatások kötelező eleme. Egyszer amúgy ezt is kipróbálnám, az fix. Ma már az internet segítségével bármikor bárkivel beszélhetünk, még akár több száz, akár több ezer kilométeres távolságból is. Ezen a klippen azt látjátok, amint a gazdi egy munka miatt sajnos el kellett utazzon, de még így is beszélgetett kicsit a kutyusával, aki elkezdett neki még énekelni is. Srácok, ne kérdezzetek semmit, csak nézzük meg ezt együtt, ez szerintem fantasztikus. A Railgun egy olyan fegyver, amely a lövedéket elektromos energia és mágnesek segítségével lövi ki. Itt egy ilyen fegyverre láthatok példát, ami az amerikai haditengerészet tulajdona, és ahogy láthatjátok is, több mint 300 km/h sebességgel száll ki a lőszer belőle. Hát skacok, ez tényleg elég hihetetlen. Már korábban hoztam egy videót érdekes természeti jelenségekről, az abban bemutatott felhőformációt láthatjátok itt is, csak egy másik helyszínről. Hogyha valaki fél a magasságoktól, akkor most tekerjen kb. 10 másodpercet. Oké, hogyha viszont itt maradtál, akkor ezt figyeld. Tehát valamikor még a szőr is feláll a hátadon, amikor cirkuszban ilyeneket csinálnak, na most ugyanezt egy hegynek a tetején, ez egy teljesen másik szint. Itt egy teknős tojást láthattok, amit hátrahagyott a nőstény, az emberek viszont megpróbálták kikelteni, ami végül sikerült is. Sőt, elvileg a megfelelő körülmények között bárki kelthet ki teknős tojást. Skacok, hogyha csaptok egy lájkot erre a videóra, akkor egyszer ezt megpróbáljuk majd közösen itt a viccelek csatornán. Gondolj bele, lenne egy saját viccelekes teknős békánk így közösen mindenkivel, aki ezt a videót nézi. Azért az úgy szép lenne. Úgyhogy csapj egy lájkot. Ez itt a CN torony Kanadából, aminek az oldalán ránézése csupán random összevisz a színkombinációkról látunk egy-egy fotót. Azonban egy fotós megfejtette ezt a rejtvényt, és rájött arra, hogy ha az összes egymás után következő színkombinációt lefotózza, és egymás mellé illeszgeti ezeket a képeket, akkor megkapja a titkos üzenetet. Ez a felvétel még az első hullám alatt került ki, amikor is Olaszországban nem szabadott elhagyni a lakásokat és házakat, így pedig az emberek edzőterem hiány együtt edzettek kint a gangon. És hogy legyen valami igazán satisfying is a mai videóban, ezt nézd meg! Portugália elképesztő híres az óriási hullámairól, emiatt pedig sokan a szörfösök paradicsomának is nevezik. Itt egy mentőcsapatnak a munkáját láthatjátok levideózva, akik pontosan azért vannak a vizen, hogy megmentsék a bajba került szörfözőket. Amúgy meg ez a hely úgy néz ki kb. Mint az Interstellárból az a vízbolygó, tudjátok. Nagyon-nagyon komoly. És ha már az elképesztő helyeknél tartunk, ahova egyszer mindenképpen el szeretnék majd jutni, első ránézésre úgy néz ki kb. Mint egy festmény, de nem, ez valójában is így néz ki. Gyerekek, hát ez szerintem tényleg káprázatos. Na ide aztán tényleg egyszer el fogok majd menni. Ezeket itt ördögszekereknek hívják, amiket mesefilmekben már biztos, hogy láttatok. Na most ezek léteznek a valóságban is. Méghozzá annyira léteznek, hogy pár évvel ezelőtt Kaliforniában egy egész várost képesek voltak elárasztani. Oké, ez itt talán viccesnek tűnik, de csak így gondolj bele, milyen lenne az, hogy az egyik meggyulladna, azt továbbadná a többinek, és végül egy ilyen óriás nagy lángoszlop menne a város felé. Erről kell csinálni egy horrorfilmet. Ez itt az Airfish 8 névre keresztelt repülőgép, amit azért terveztek, hogy az óceánok fölött repülhessenek vele. Van, aki csak hajóként hivatkozik rá, a lényeg az, hogy biztonságosabban és gyorsabban lehessen közlekedni, működését pedig nagyjából úgy kell elképzelni, mint a léghoki. Lefelé fújja nagyon nagy nyomással a levegőt, ez pedig ugye fenntartja éppenséggel a víz fölött néhány centiméterrel. Annyira biztonságosra sikerült ez a repülőgép hajó hibrid dolog, hogy konkrétan kéz nélkül saját magát képes landolni. Skacok, remélem jól bírjátok a jumpscare-eket.
ez tényleg 100%-ban a végső állomásra hasonlít, állsz a kocsiddal, és egyszer csak behasít egy ilyen hatalmas fémrúd. Szerencsére amúgy senki nem sérült meg ebben az esetben, de az az adrenalin bomba, ami így tényleg felugrott az emberbe, szerintem az hihetetlen lehetett. Ezt átélni is kacok, biztosan nem akarnám. Úgyhogy srácok, ez a mai videó, remélem, hogy élveztétek, hogy így van, akkor ezt mindenképpen egy lájkkal tudjátok majd nekem jelezni. Már csak azért is, mert hogy tudjátok, 3000 lájk után folytatás, és hozni fogom a következő ilyen Reddit klippeket összegyűjtős videómat, úgyhogy mindenképpen jelezzetek egy lájkot, hogy megérdekeltiteket következő rész. Emellett pedig mindenképpen csatlakozzatok a csapathoz, az iratkozzatok fel rá, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és kövessetek engem akár Instán is, és a legfontosabb, mert kíváncsi vagyok rá, írjátok be nekem kommentekben azt, hogy nektek melyik volt a kedvenc klippetek a mai videóból. Pontosabban, mit tetszett nektek a leginkább a mai videóból. Nekem személy szerint Izland. Tehát, hogy Izland az egyszerűen hihetetlen számomra. Jó, meg az a lángszórós, pörkölős, gyomnövényt kiírtós, ilyen furcsa megoldás. Az is azért elég menő volt. Úgyis kacok, köszi szépen a figyelmet, holnap is találkozunk egy másfajta videóban, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és sziasztok!